Átlagos délelőtt az ungvári főkonzulátus ügyfélterében, itt mindenki vízumot igényel. Az okmányhoz új lenyomatot vesznek és elektronikus fotót is készítenek. Itt a tavalyi évben nőtt a vízumkérelmezők száma. 2015-től foglaltam egy állomáshelyemet. 2015-ben megközelítőleg 50 000 vízumot adtunk ki éves szinten. 2016-ban ezt a számot sikerült már októberben teljesítenünk, úgyhogy gyakorlatilag pontos részekkel 52 000 fölötti vízumszámot adtunk ki 2016-ban. Az Európai Parlament Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága március elején döntő többséggel szavazta meg az ukrán állampolgárok vízummentes beutazásáról szóló jelentést. A vízummentes beutazás hatályba lépése júniusra várható. Ukrajna gyakorlatilag ugye teljesített minden olyan feltételt, amivel a vízummentességet meg tudjuk adni a részükre. Ugye azt el kell mondanom, hogy Magyarország részéről töretlen módon támogattuk Ukrajna vízummentességi törekvéseit, hisz szomszédos országként mindenképpen támogattuk Ukrajnát, hogy akkor nem lehet elmenni amellett a helyzet mellett, ami most Ukrajnában kezd kialakulni, és ezt egyértelművé tettük ukrán barátaink számára is egyébként, hogy nem tudjuk azt elfogadni egyébként, hogy bármilyen módon sérüljenek a kisebbség jogai Ukrajnában, ami ugye ellentétes minden európai joggal is. Én azt gondolom, hogy most ugye van már egy olyan publikus dátum, június 11-e, ezt követően várhatóan Ukrajna vízummentességet fog kapni. A vízummentességgel azonban csak azok élhetnek majd, akiknek új biometrikus útlevelük van. Ukrajnában az állampolgárok körülbelül 40%-ának van ilyen útlevele. A főkonzul hozzátette, a vízummentességgel megnőhet a határforgalom a két ország között, amihez infrastruktúrális beruházások szükségesek, amelyek megkönnyítik az átlépést. A fejlesztések már elindultak, ilyen például a Beregsurány-Asztéi határátkelő bővítése, de a tervek között szerepel egy új Tiszahíd építése, valamint új utak kialakítása.